Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hírérték című műsorunkat látják, és szívből kívánom, hogy ezúttal is megfeleljünk mind a hír és mind az érték minőségének. Ez a műsorunk egy picit visszatekintő, de jellegénél tartalmánál fogva természetesen előretekintő is. Amikor megkaptam a kedves meghívást április 5-ére ebben az esztendőben, a 7. Piarista Szalon rendezvényére, igazából amikor elolvastam az összejövetel tartalmát, boldoggá tett, elgondolkodtatává, szomorúvá is és örömterővé is. Miért? Ugyanis az április 5-én létrejött Szalon sajátos apropót szolgáltatott, hogy az április 8-ai dátum Antall József születésnapja. És ez a nap volt a 90-es választások második fordulójának dátuma, és az idei választások most, 2018-ban erre estek. A programon egészen különleges novum szerepelt, már nagyon sokunknak novum. Az öreg diák Dér András, ismeretlen Antall József című filmje. Ami különösen meglepetés és megtisztelés volt, és megtiszteltetés, és ezúttal külön tisztelettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Jeszenszky Géza egyetemi tanárurat, nyugalmazott miniszterurat, aki lényegében a lelkét adta, és olyan információkkal szolgáltatott mindannyiunknak a film megnézése előtt, de pláne utána, amely bizony a 3,5 évet Magyarországnak az első választott miniszterelnöke a rendszerváltás után rejtve maradt, de szükséges, hogy tudjuk. Hisz a történelem nem csak ítélni, tanít és másolni, hanem tanulni és folyamatosan újraértékelni. Beszéljen erről, miniszter úr, mi is volt itt? Hogyan is érezte, amikor ezt a filmet ön már természetesen ismerte, és ott összegyűltek a hajdani öreg diákok, jeles emberek, akik tanítványai voltak, többek között ugye Antall József úrnak is. Mennyire határozta meg a légkör ennek az estének ezt a nagyon szép, pótlandó, ismeret adó természetét is? Igen, hát a légkörnek sok összetevője van. Egyrészt valóban a közönség, és a közönségben én annak örültem, hogy meglehetősen sok fiatal volt, akik tulajdonképpen Antall Józsefről legfeljebb hallomásból tudtak, szülőktől, olvasmányok alapján. Tehát ez az egyrészt, hogy nem egyszerűen nosztalgikusan Antall József egykori kollégái, tisztelői, tanítványai idézték föl az ő alakját, hanem a következő nemzedék is. Én nekem külön ambícióm, amit nagyon nehéz elérni, hogy Antall József ne valamiféle megmerevedett történelmi személyiség legyen, hanem azt a húsvér embert, azt a rendkívül szellemes, hihetetlenül népszerű tanárt valahogy hozzuk közel, ismertessük a sokkal később születettekkel. De volt még egy aspektus, ami miatt számomra különös hangulatot jelentett. Ugye jelenleg ez egy egyházi intézmény, visszaadták a katolikus egyháznak, itt tudományi intézmény, viszont ugye az én időmben, amikor egyetemre jártam, 2 évi segédmunkásság után megjegyzem, akkor ez volt a bölcsészkar, tehát én abba az épületbe jártam, az emelet, 4. emeleten volt az angol tanszék, a történelem tanszék a 2. emeleten, ahol most találkoztunk és előadás volt, meg a filmet néztük, az is egyik fontos előadó volt, úgyhogy nekem fölidézte a 60-as évek elejét, amikor én oda jártam. Annyiban kapcsolódnék, elnézést a személyeskedésnek is minősíthető gondolatért, én is oda jártam, illetve többet magunkkal, mi a 70-es években, másoddiplomásként, és néztem, hogy mennyire megújult, szép lett az egész épület, és funkcióját tekintve tökéletesen megfelel annak, hogy itt a Piarista Szalon valóban minőségi programjait tudja megszervezni. Arra pedig különösen kitérjek én magam is, hogy nem egy merev tartás jellemezte ezt a nagyon szép programot, hanem Antall József személyiségéhez, ami nagyon hamar kiderült,
a nagyon szép és tartalmas emberség, az a rutinos, hihetetlen, meghatározó információbázisa, az emlékező készsége, a rávaló emlékezés. Mindenki boldog volt, amikor egy-egy képsornál, ha nem is önmagát, de az önmaga élményének időszakát is felismerte, és pláne, amikor elhangzott ez a klasszikus mondat, kijelentés inkább, ami a szalag címünk is, hogy legyen tekintélyünk a nagyvilágban. Az a 15 millió magyar. Mennyire boldog és büszke volt. De most is. Ezt hallja és látja, erre is építünk. Hát aztán a szerelem és a politikában soha nincs dolog, ugye, az, hogy soha, hát erről is voltak történetek. Parancsoljon. Igen, hát ő számomra mindig inspiráló, ha Antalt olvasom. És mondhatom, hogy az a könyv, ami 94-ben jelent meg két kötetben, Antal József írásai, beszédei, a második kötetben vannak a politikai beszédek, tehát a miniszterelnökségi alatti dokumentumok. Hát most én nem akarok érzelgős lenni, hogy az ember ezt olvasva néha milyen érzések áradnak benne szét, de ez a könyv szét van olvasva, tele van megjegyzéssel, kiemelésekkel, stb. Ugyanis azért szerencsére elég sok alkalom kínálkozott Antal halálától kezdve mai napig, amikor róla beszélhetek, és hát nekem ez egy külön, mondhatom azt, hogy ez egy feladat, amit talán kicsit patetikusan hangzik, de Antal Józseffel a halál előtti utolsó nap beszéltem viszonylag hosszabban a kórházban, és adott nekem néhány, mondhatom, instrukciót, amihez tartom magam azóta is, és azért is állok ki sok minden mellett, mert amikor úgy érzem, hogy valami ellentétes Antal gondolatával, politikájával, azzal a politikával, amivel ő személyesen is az ország számára hatalmas nemzetközi tekintélyt vívott ki, akkor nekem legalábbis meg kell próbálnom korrigálni, szóvá tenni, felkiáltójelet tenni, hogy ez nem jó út, rosszra vezet. És hát itt a tekintélyről van szó. Nem olyan sokan tudják, de én írtam egy könyvet. Az első nagy könyvemnek a címe az elveszett presztízs. Ez arról szól, hogy az első világháború előtt hogyan rendült meg az a tekintély, az a népszerűség, ami egész Európát, Nyugat és Észak-Európát eltöltötte 1848-49 kapcsán. És ez kitartott a 20. század elejéig, és itt nem részletezhető okok miatt ez már a háború előtt megrendült, és hát nyilván, mikor Magyarország az Antant, és így Anglia, Franciaország ellensége lett, akkor ez véglegesen, vagy nem véglegesen mondhatnánk, de nagyon tartósan megromlott. Tehát, és Antal József, aki természetesen ezt a könyvemet és egész munkásságomat ismerte, mint tanárom, és aztán mint családtag is, ő nem az én könyvem miatt, hanem hát az ő egész nemzetközi látásmódja miatt, ő tisztában volt azzal, amit egyébként már Széchenyi megfogalmazott, hogy egy nemzet számára egyik legfontosabb dolog az, hogy hogyan ítéli meg a világ, hogyan gondolkodnak róla mások. Tehát mondhatnánk, hogy a nemzetkép. És Antal József joggal mondja 1990. május 23-án, tehát tegnap volt a kormány egykori megalakulásának az évfordulója, tehát a kormányprogram ismertetésékor mondja, hogy nemzetközi tekintélyünk ma rendkívül magas, vigyázzunk rá ennek, hogy ezt elveszítsük. Úgyhogy hát egyrészt fölidézhetjük azt, hogy valóban, aminek aztán igazán személyes tanúja voltam, hogy a világ akkori vezetői megismerve Antal Józsefet mennyire tisztelték, mennyire becsülték, hogy csak például Bush elnök, akivel egész különösen meghitt viszony alakult ki, amikor ő megvált az elnökségtől, mert nem választották újra 92. decemberében, akkor egy olyan megható levelet írt Antal Józsefnek, megköszönve az együttműködést. Nyilván ez részben egy protokollális levél, de olyan személyes hang nem volt benne, úgyhogy merem mondani, hogy soha magyar miniszterelnök nem fog ilyet kapni a világ vezető országának elnökétől. És hát, hogy mondtam, sorolhatnánk tovább, nem csak az, hogy ki mindenki volt akkor a világban, azok mind a visszatekintően jelentős személyiségek, legyen az Thatcher asszony, legyen az Kohl kancellár, Mitterrand, stb., de
ami kicsit, sőt, eléggé szomorú, de az Antal halálakor hát egy olyan nemzetközi sereglet jött össze a temetésre, ami megint csak azt igazolja, hogy milyen európai politikust vesztett nem csak az ország, hanem az egész világ, mindenképpen Európa az ő halálával. Nagyon szépen köszönöm, hogy visszaidézte a legszemélyesebb emlékeit, és méghozzá egy olyan stílussal, ami a jövőben nézést és az élő eleven tartását jelenti miniszterelnök úrnak. És meg kell mondjam, hogy ez a közvetlenség, ez a nagyon megható baráti légkör volt ebben a piarista szalomban jelen, ami hamarosan fog folytatódni. Meg kell mondjam, hogy az a gondolat, amit tanárként is az emberek lelkére bízott, tanítványainak a lelkére, hogy legyetek jó magyarok. Azt hiszem, hogy a szakmai tudások mellett ez annyira egy univerzum, mai napig is az ön életében is, és néhány embernek, akik tanítványa lehetett, és ott felsoroltuk, én ott a sötétben, amikor ment a film, próbáltam írni, ezt a Somlóhegyi kilátóra is majd legyen olyan kedves kitérni, mert ez nem olyan, hogy túl publikus, de abban az értelemben célszerű, hogy publikus legyen, mert az élő embernek azt a nagyon megható mentalitását tükrözi. Jelenzs István atya, Osváth György, Bolberic Pár úr, Tónai Tamás, Kaproncai Károly, Renner M. János. Olyan nevek merültek fel, akik a maguk hivatását nem szakmáként, hanem élő eleven hivatásként gyakorolták és gyakorolják. De a visszaemlékezés Antal Józsefre olyan volt, minthogyha már ifjú kollégák lettek volna a tanárnak, és ő is így kezelte őket. Ő Antaltól rendkívül távol állt mindenféle ilyen fennhéjázás, másoknak a elnézése, vagy akár ilyen önteltség. Ugyan ő tisztában volt a saját tehetségével, mondjuk elhivatottságával, hát amit persze élete nagy részében egyre inkább távolodni látszott, mert 56-ban, amikor hát ő egész fiatal emberként, 24 évesként már nagyon jelentős politikai szerepet játszott, utána a remény egyre inkább eltűnt, hogy Magyarország szabad és demokratikus ország lehet, és ez csak 88-89-ben ébredt föl. De tehát Antal valójában tényleg mindig arra készült, hogy egyszer az ország vezetője legyen, csak erre sajnos túl későn adott neki a gondviselés lehetőséget. De ugyanakkor az ő közvetlensége mindenkit lenyűgözött, és amellett volt egy egész különleges kvalitása, a meggyőzőkészség. Antal József úgy tudott embereket meggyőzni, hogy mondjuk egy képviselő bement a bekéretkedett hozzá, fontos megbeszélni valahogy van, és azzal ment be előtte, hogy na hát ezt most már megmondom a miniszterelnöknek. És a beszélgetésük során úgy meggyőzte Antal az ő saját álláspontjáról, hogy mikor kijött, és akkor áradozott, hogy hát igen, hát fantasztikus, hogy a miniszterelnök ezt hogy látja, és én is ezt képviselem. Tehát mert az más dolog, hogy valakivel vitázunk, és sajnos a viták során elég gyakran nem tudjuk meggyőzni a másik felet, mert annyira megmakacsolta magát. Antal annyira meggyőző volt, csak egy példát hagy mondjak, a Csurka ügy. Amikor Csurka István megírta ezt a hírhet pamfletjét, akkor ő az MDF-ben nagyon sokan mondjuk lépre mentek, mert Csurka ilyen egyszerű megoldást kínált, hogy be kell menni a televízióba egy rendőrrel, kivezetni hangkis elemért, Antalnak a régi barátját, stb. Szóval, és azt kínálta Csurka, hogy na hát akkor az MDF, hogyha az ő radikális programját megvalósítja, akkor az MDF szárnyalni fog, és nagyon népszerű, és megnyeri a választást. És Cegléden volt egy nagy választmányi ülés, én ott voltam az elejétől kezdve, ott nagyon lázangó hangulat volt. És Antal egy súlyos kezelésről jövet, őt elkezdett beszélni, körülbelül egy óra múlva elkezdtek beletapsolni. Azt mondta, hogy ne tapsoljanak, a végén vagy megtapsolnak, vagy én elmegyek, de végleg. Teljesen akkor ez Cegléden volt, ott győzte le Csurka Istvánt az MDF választmányi és tagsága szemében. Az az érzésem, ahogy miniszterelnök úr életútját sikerült, vagy legalábbis igyekeztem végigkísérni, és nagy segítséget adott ebben itt a piarista szalomban az említett program is,
Mindig arra törekedett, hogy ezt a klasszikus, legtermészetesebb módja meggyőzésnek az egyénre jó emberismerő is volt. Ezt az emberismeretét tanárként is hihetetlen szépen kamatoztatta. Önök abszolút húsvér emberként ennek tanúi voltak, a haszontalan kamaszdiákokból egyszerre csak majdnem partner lett a tanár felé, ő pedig megtudta azt a bizonyos sávot megőrizni, hogy mint tanár ott legyen, de ugyanúgy diákfejjel gondolkodjon egyet adott problémáról. Elnézést, hogyha most arra térek vissza, amikor volt ez a bizonyos néma tüntetés. Az egyik legelegánsabb, az egyik legelitebb, az egyik legméltóságteljesebb emlék is önöknek, de akkor meghatározott felhívás volt. Itt is az intelligencia győzött. Visszatérve ugye a Csurka esetre is, nem a legyőzni vágyás volt benne, hanem a meggyőzés. A sajtót különös tekintettel, mert időnként a médiák elkövetik azt a hibát, hogy vagy ilyen-olyan parancsra, vagy ráérzésre, vagy kérdezésre kiszaggatott epizódokat hoznak, ami teljes mértékig ugye eltéveszti, vagy viszi a lényegről a képet. Itt most nem erről volt szó. Végig a teljességre való törekvés igénye jelent meg, számos ott levő kiegészítésével, de igazából ön volt az, aki bennünket olyasmikről is tájékoztatott, ami bizony-bizony, ez a Somlóhegyi kilátóban az utolsó útja, mert nagyon oda akart még menni, visszaidézni történet. Igen, hát ugye Antal József ugyan Pestújhelyen született, ahol apósa, tulajdonképpen ő volt a város megalapítója, de igazából véve Somló, a Somlói hegy és az közeli, azt övező falvak voltak az ő világa. Azt nagyon szépen mondta éppen a 91-es nagy somlóhegyi beszédében, amikor a szovjet csapatok kivonulását beszéltünk, ugye, hogy itt a környező falvak minden temetőjében nyugszik valamelyik ősöm. És hát a gyerekként minden nyarat ott töltötte, és akkor ott voltak a partnerek, a gyerekek, a többi fölművelőnek a gyereke, és hát ugye ő ott az állatokat, ő megismerte az állati életet, és persze a nagyon nehéz emberi életet, úgyhogy különösen érdekes elolvasni, például Somlóról írt egy, még a 70-es években egy csodálatos kis eszét. Eszét, igen. Én azt hiszem, hogy könyv is fog születni most itt a szalonnak a folyamán, ahogy ön megjelenik, és előírnek azok az aktuális emlékek, ami az éppen aktuális témakörhöz fognak igazodni, mert azért itt az a szép, és kedves nézőink, időnként a pozíció, vagy maga a hatalom annyira el tudja takarni a húsvér embert, az igaz embert, aki nem annak kíván feltétlen megfelelni, amit egy pozíció és egy vállalt funkció jelent, hanem megőrzi magában azt az embert, aki mindenki felé ugyanaz marad, megválasztása előtt és egy bármit. Ön is itt van élő példa, és szándékosan erre irányítom a mi beszélgetésünket, hogy az a hajdani fiatalember, a hajdani fiatal Jeszenszky Géza hogyan emlékezik a tanárára, hogyan alakult ki ebből egy nagyon szép családi közösség is, és megőrzendő az élő eleven tartalmat, kiegészítve, amit eddig nem tudhattunk Antal József személyiségéről. Igen, hát Antal 9 évvel volt idősebb, mint mi, tehát ez pláne visszatekintve van nagyon kis korkülönbség, de hát azért abszolút. 15 év és 24 év azért az akkor sok már volt, más. És amellett az egy sokkal tekintélytisztelőbb kor volt még. Ezzel együtt, tehát azzal nyerte meg talán leginkább a diákjait, és nem csak az osztályát, hanem egész iskolát, hogy megbecsülte őket. Például nem tekezett bennünket. Mondjuk egy bizalmasabb helyen, vagy kiránduláson esetleg kiszaladt a száján, de nem urak. Az urak így meg úgy. Azután különböző problémákat, vitákat úgy intézett el, hogy kinevez egy bizottságot, alakítson, kaproncai mondjuk alakítson egy bizottságot, és magunk tárgyaljuk meg. Tehát akkor nem neveztük ezt így, az a demokráciára nevelésnek volt az iskolája, és tehát ő nem tanári tekintéllyel döntötte a dolgokat, hanem a diákok jöjjenek rá arra, hogy egy kérdésnek mi a megoldás, és mennyire bonyolult. Na most azon kívül látszólag ugye lezser ember volt, de hát nem csak, hogy a tudása volt imponáló, hanem ő komolyan készült az órákra, nem óravázlattal, amit
tart fent, mondjuk ami ezt tartotta magát, a fejében volt ez. Ugye, hogy később is a nagy beszédeit, ő nem rögtönözte, a fejében megírta, vagy elgondolta, és akkor szabadon elmondta. Ez most a rendszerváltás után ez egy micsoda különbség volt a hosszú-hosszú unalmas beszédek között ehhez képest. De minden esetre az iskolában pedig, hát ő rengeteg feladatot adott nekünk, a saját könyvtárából hozott könyveket, adott, kiadta nekünk, hogy használjuk föl, megtanított könyvtárba járni, megtanított jegyzetelni, és önálló véleményt alakítani ki. Úgyhogy akik hozzájártak, azok bármelyik iskolában, mert tanított az ötvösben korábban, aztán, amikor eltiltották a tanulástól, egy idő után engedélyezték, hogy a dolgozók esti iskolájában, Jurányi utcában tanítson. Szóval a diákjai azok mind nem csak, hogy rajongtak érte, hanem hát hálásak, mert tulajdonképpen ő adott nekik egy életre szóló leckét. És ami a visszatérve a tüntetésre, tehát mi a forradalom első évfordulóján csak némán megemlékeztünk, csöndben állva a fal mellett, ez nem a mai értelme vett tüntetés volt, mégis olyan retorziókat váltott ki, engem ki akartak csapni az ország összes középiskolájából, csak nem tudták rám bizonyítani, hogy nem voltam szervezője, hát tényleg nem voltam szervezője, spontán tüntetés volt. De az érettségi után kiválóan szerepelt az osztály, mégis a miniszter Benke Valéria rendeletére semmelyikünk nem mehetett egyetemre, el voltunk tiltva, és akkor is olyan útravalót tudott nekünk adni, hogy nem szabad elkeseredni, a tudást nem lehet elvenni, mi már sokat tudunk, de még sokkal többet kell megszerezni, és ezzel a tudással kell az országot szolgálni, és ha egyszer újra lehetőség van, akkor ki kell állni a pástra. Ez a lehetőség 88-ban jött el, azért is léptem be alapítóként az MDF-be. És ez a belépnem most az MDF fórumához, ez diákkorban is valamilyen szinten megjelent, még nem látom ezt a konkrét ugye jövőképet. Valamilyen kötődés pluszként megjelenhetett a tanára iránt, mint minden diákban megjelent valami plusz. Ezt a pillanatot, ezt az elnyúlt pillanatot, hogy mikor volt az a bizonyos életérzés, hogy többet jelent, mint egy tanár. Mindegyik diákokban megjelenhetett diáktársában ez az érzés, de én most pont az önére volnék kíváncsi, ha megengedi, hogy mi volt az az intervallum, ami elvezetett odáig, hogy most a Néma tabló is meg fog szólalni, és nekem ez az ember több, mint a tanár. Pedig igen, akkor még arról volt, hogy a tudás rangján legyen több, mint tanár. Még semmi nem volt akkor, hogy magánéleti ilyen kötődés legyen, de mint tanár, az mi volt? Melyekor? Nem csak az ő osztálya, tehát mi voltunk az ő érettség, az osztálya, és a korábban az ötvösben, tehát nem csak az osztályfőnöki egykori diákok, hanem más tanítványaitól is ezt hallottam mindig, hogy egyrészt nem csak, hogy tisztelték, hanem aki akart, az tarthatta a kapcsolatot vele. Ez is megdöbbentő, hogy hát azért ő családapa volt már, küzdött a megélhetésért, és mégis egy bármelyik régi diákja megkereste őt telefonon, tanácsát kérve, akár a karrier tekintetében, például, hogy lépjen-e be a pártba, vagy ne. Hát mindenkinek azt mondta, hogy ne lépjen be. Azután magánélet, házasság, vagy egyszerűen csak lányokkal kapcsolatban. Hát az is még hozzátartozik, hogy őt még a középiskolai korunkban nagyon sokat tanított bennünket, hogy hogy kell a lányokkal viselkedni. Még azt is mondhatom, hogy ma ez érhetetlen, hogy tegezni csak az első csók után. Aranyos. De azt is, hogy hát tulajdonképpen a szexuális életről is nem ilyen orvosi felvilágosítást mondott, hanem az, hogy kell megbecsülni a partnert. Hát ugye ezért is a diákok, serdülő diákok, hát hihetetlenül rajongtak hozzá. De az érettség után pedig, tehát mondtam, hogy megkereshettük őt minden problémánkkal. Hát én például ugye amellett, hogy éreztem mindig a figyelő tekintetét, és hát tulajdonképpen engem azért kedvelt meg még a középiskolában, mert elég gyakran iratott velünk ilyen esszéket, amelyekben ilyen önvallomás volt, és ott egy gyerek akkor kitárulkozik, és ebből szükségem látta azt, hogy én milyen is vagyok, és azért fogadta örömmel, hogy a unokahúgát 90
64-ben megismerve, még egyetemistaként, először arra kért, hogy angolra tanítsam, és aztán hát ő abból 3 év múlva a házasságunk lett. Azt gondoljuk a feleségemmel, hogy ezt ő ki is tervelte. Kérem szépen, ez már annyira kedves és teljesen magántermészetű folyamat lett az életükben, ami mai napig is hál' Istennek tart, nagyon szép és tanulságos, az pedig különösen kedves mindannyiunknak, hogy megköszönve, hogy elfogadta a meghívást, megköszönve azt is, hogy aki 2014-ben az ön személyben ugye lemond a nagyköveti megbízatásból, megmarad annak a szakmai és magánembernek is, aki úgy érzi, hogy van a magyar történelem jelen pillanataiban is tennivalója, és visszatekintve a jövőt is meghatározandó Antal József miniszterelnök úr személyiségét megerősítő, tisztán látóbb mentalitás, igenis megfogalmazására és kimondására. Természetesen az a sok könyv, amit írt, és még remélem, hogy hamarosan készülőben van, egy újabb esszésorozat is, ha tetszik, mert kifejezésében talán ez emberibb, de főleg olyan történelmi intervallumoknak a leírása, ami még inkább egyértelművé teszi, hogy miért tisztelte egy nemzet, és szívből remélem tiszteli Antal József miniszterelnök urat. Halála pillanatában ezt megérezte a nemzet, hogy ma már sok minden eltelt azóta, de éppen azért örülök, hogy itt beszélhetünk róla, pontosan, mert föl kell eleveníteni, és azt gondolom, hogy az ő politikája, felfogása, a demokrácia felfogása az annyira érvényes a mai napra is, és hogyha ezt követjük, akkor sok mindent ki tudunk javítani, ami hibás ebben az országban. Szívből remélem, hogy a keletkezendő, vagy éppen még nem korrigált hibákra sor kerül egy következő visszaemlékezésben is, és kedves nézőink, szeretném elmondani, hogy a Piarista Szalon következő rendezménye most lesz május 14-én, ugyanúgy, most már a Szapienci Egyetemen. Nagyon-nagyon várom én is, hogy most hogyan folytatódik többek között, mert hamarosan azért látni fogjuk Dér András rendezésében a filmeket, és én szívből remélem, hogy az ország vezetéséért felelősséget vállalt emberre mindig tisztelettel emlékezzünk, és nézzünk magunkban, vajon mi biztosan ugyanúgy tettük volna, vagy egyáltalán csak éltünk valamiből, ami értünk született. Említette Gróf Széchenyi István nevét, igaz. Higgyünk egymásnak, tiszteljük egymást, és valóban az ember a saját otthonába legyen, itt kis gyertyafény, vagy ha úgy tetszik, egy kis Szent János bogára, hogy említette magáról Gróf Széchenyi, mint annak idején a Habsburgoknál, nagy fény, de legyen folyamatos lámpása a nemzetének, de hisz ön is ezt teszi. Úgyhogy tisztelettel köszönöm, hogy tanárként is megjelent, tanárként is jelen van a jelen életünkben, és bárhol, bármikor, amikor arról van szó, hogy minőségében tisztelettel beszéljünk önmagáról, és természetesen miniszterelnök úrról tisztelettel elfogadja. Nagyon nagy szó. Nagyon köszönöm a meghívást, és öröm volt itt beszélgetni. Köszönöm szépen, hamarosan találkozunk kedves nézőinknek, további szép estét, és nem győzöm megköszönni dr. Jeszenszky Géza, nyugalmazott miniszter úrnak, hogy elfogadta a meghívást. Viszontlátásra!